5 éves koromban elkezdtem hegedülni, apám tanított, és elég hamar kiábrándultam a hegedülésből. Viszont nagybátyám, apám öccse, nagyon nagy élvezettel gyakorolt és csállózott. És mindig, amikor látták, hogy gyakorol, akkor úgy csinált, mintha az a világ legjobb dolga lenne. És akkor én gyermekként ezt elhittem, és akkor ezért akartam így csállózni, mert őt láttam. A Zeneakadémiát 2 év után ott hagytam, mert nem érdekelt, amit ott tanítottak, és ahogy tanították. Jobban érdekelt az, amit nem nekem tanítottak, bejártam mások óráira. És akkor Kesszék Laci barátom elhívott színházba, elhívott színházi zenét írni, amit még azelőtt sose csináltam, és akkor ott ragadtam. És azóta is csinálom ezt a 90-es évek közepétől, hát szinte 20 éve. Amit úgy hívnak manapság, hogy alkalmazott zeneszerző. Alkalmazott zeneszerzés, ez a szakma neve. Hogy szoktam írni zenét, amit úgy neveznek, hogy kortárs zene. Ami valamiféle tradícióra épül, valamiféle zenei nyelvekre, meg iskolákra. És hát akkor van az, amit ma este fogunk játszani, az improvizatív zene, amit úgy hívnak, hogy non-idiomatikus improvizatív zene. És számomra ez a legizgalmasabb és érdekesebb, az összes közül, amit csinálok én. C'est des choses qu'on développe sur le moment, quand on joue. Réellement, ça veut dire qu'on n'a pas de forme préétablie, on n'a pas de direction précise dans lesquelles on s'engage quand on commence à jouer. Mais par contre, il y a tout notre monde sonore avec notre instrumentarium, la connaissance de l'un et l'autre de ce qu'on fait. Et puis voilà, en l'occurrence, là, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble aussi, donc on se connaît très bien. Mais il y a voilà, à la fois tout ce qu'on connaît dans la musique, tout ce qu'on a développé en tant que musicien individuellement, donc tous les mondes sonores qu'on représente individuellement, et puis aussi, mais en même temps, voilà, sur le moment, c'est totalement improvisé. En fait, après, on est très intéressé à la masse sonore, plus qu'à peut-être qu'à une action précise de quelqu'un. On va se laisser. Il y a à la fois une attitude un tout petit peu passive, peut-être, de se laisser guider par le son, de vraiment surfer dessus un peu, dans une certaine mesure. Et puis à la fois, de toute façon, une quelque chose de très actif, parce qu'on participe continuellement, on peut jamais réagir. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Il faut toujours être vraiment dedans en même temps. Én nem tudom, hogy hogyan alakul. Ettől izgalmas számomra fellépés. Persze, az, amit mondasz, az nyilvánvaló, hogy van egy szembenállás, viszont én vagyok már annyira vén róka, és játszottam már annyiféle dolgot, hogy én bele tudok simulni ebbe. Tehát tudok olyan hangszínen, olyan hangtartományban, olyan módon játszani, ami ha remélem, hogy meg tudlak lepni téged, az, hogy nem fog tudni, hogy a hang kitől jön. Tőle jön, az analóg szintetizátorból, vagy tőlem az akusztikus csállóból.